Tavaly márciusban számoltunk be róla, hogy Tisza egy házőrző kutya verekedett össze egy veszett rókával, amely után a nébik és az illetékes kormányhivatal azonnal elrendelte az ebzárlatot és a veszett rókák vadászatát. Idén januárban veszett macskát találtak Milotán, amely már emberre is rátámadt. Fazekas Gergely szerint csak a szerencsén múlott, hogy az eset nem torkollott tragédiába, hiszen a veszettség az emberre nézve gyógyíthatatlan következményekkel jár, a lappangási idő pedig akár 90 nap is lehet. Villám gyorsan végért az a lánc, hogy az erdőbe ott van az állat, a veszett állat, amivel nincsen gond, de egy-két lépéssel be tud kerülni ez a településre, és ott már ugye közvetlenül tudja a lakosságot veszélyeztetni. Ezért van ez a rókavakcinázás, amit minden évben elvégeznek, ezt ugye a Nébih koordinálja, és most, mivel itt a megyénkben ugye volt több veszettség is, több pozitív eset, ugye ilyenkor kicsit sűrítenek ezen a vakcinázáson. Ezt mindig közzéteszik, ki van rakva ilyen piros színű táblákon, figyelztető táblákon a falukból településebből kivezető utak mentén vakcinázás történt, elrendelik az erzárlatot, nyilván ezt az önkormányzatok tudják és közlik a lakossággal, gyakorlatilag más tendőnk nincs, nem kell tőle jobban félni, mint bármi más egyéb mezőgazdasági munkától, egyszerűen ez egy olyan járványügyi intézkedés, ami értünk van. A Nébih adatai szerint 2023-ban összesen 20, idén augusztus 31-éig pedig 16 veszettség esetet állapítottak meg a szakemberek. A betegség behurcolása vélhetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása által következett be. A repülőgépes vakcinázás október 5-től veszi kezdetét Magyarország déli és keleti vármegyéiben. A kis repülőgépek mintegy 670 ezer vakcinatartalmú csalétket juttatnak ki, több mint 27 ezer négyzetkilométernyi területre. Húspogácsában helyezik el, és gyakorlatilag egy Jól meghatározott rend szerint, hol a kézi erővel, hol a repülőgéppel, hol autóból elhelyezik ezeket a vadászterületen, és ebben az időszakban nyilván legeltetési tilalom és ebzárlat van. Tehát, hogy ne járjon ki olyan állat a területre, ami ezt felveheti ezt a vakcinát, nem mintha baja lenne tőle, mert nem lesz tőle baja, csak nem ő a célfaj. A célfaj ugye jelen állás szerint itt a megyénkben két állat, róka és a sakál, ugye ez a két fajunk, ami leginkább tudja terjeszteni az erdei veszettséget, de hát emellett számtalan más állat is elkaphatja, ugye a szakirodalom tud bozról, tud nyeskutyáról, sőt szarvas is, ami is elkapta a veszettséget, de hát nyilván ezek elhanyagolható esetszámok, itt a róka és a sakál, ami a lényeges. A szakember szerint óvakodni kell a szelídnek tűnő vadállatoktól, az interneten számos videó található a veszett állatok viselkedéséről, amelyek a végső bénulás előtt egy dühöngő, vagy ellenkezőleg egy csendes szakaszon esnek át mi úgy tanultuk, és nagy általánosságban igaz az, hogy amelyik állat egyébként fél az embertől, az barátságossá válik, amelyik meg barátságos, az meg ugye ellenségesé. Nagyjából ez így meg is állja a helyét. Ami a mi szempontunkból fontos, és leginkább találkozunk fel, az a házi macska. Na most a házi macska ugye egyébként egy azért barátságos emberhez szoktatott jószág, és hogyha elkapja a veszettséget, akkor a néhány napi lappangás fázis után, amikor általában olyan bágyattabb az állat, levert nem mozog annyit, akkor jön általában a, a dühöngési fázis. A háziállatok esetében Magyarországon a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskák oltása pedig ajánlott. Fazekas Gergely hangsúlyozta a veszettség gyanújának bejelentése, jogszabályi kötelezettség.